meg, hogy elsősorban nagyon nagy szeretettel. Második alkalommal is megrendezésre került a székesfehérvári egyházmegye Kimit Tud versenye. Már a tavaly meghirdetett vetélkedő is várakozáson felüli siker volt, a jelentkezők és a bemutatott produkciók színvonalának tekintetében is. Akkor, amikor egy intézmény elképzel egy építő és alkotó ötletet, akkor csak mi magunk mindig kiderül, hogy nagyon kevesek vagyunk hozzá. A Szent István Művelődési Ház 2014-es rendezvényének középpontjában idén is az Istentől kapott tehetség állt. Jelentkezhettek amatőr és profi előadók egyaránt, mindazok, akik betöltötték hatodik életévüket. A rendezvény fővédnöke Spányi Antal megyéspüspök volt, aki köszöntőjében kiemelte. A tehetséget az ember örökölheti, vagy tanulás útján kibontakoztathatja, például a zenében, a művészetekben, de mindenképpen Isten adománya, és amire használjuk, az mindannyiunk ajándéka. Megdöbbentő, hogy milyen sok tehetség van az emberben, mindegyikünkben. Ez a sok-sok tehetség legtöbbször valahol ott lappang, parlagon marad, nem csiszoljuk ki ezt a drága követ, ezt a szép lehetőséget nem használjuk ki. Gondoltuk, hogy hát ha megszólítjuk őket, esetleg a bennük szunnyadó jót ilyen módon is elő tudjuk varázsolni, elő tudjuk hozni gyerekekből, felnőttekből, családokból, a legkülönbözőbb területein az életnek, és nagyon örülünk annak, hogy nagyon jó vízhang volt, nagyon jó visszajelzés volt. Nagyon sokan jelentkeznek egyházmegyénk területének szinte egészéből, és elődöntőkön keresztül vállalják a megmérettetést, készülnek, izgulnak. Nem csak nekik egy szép nap ez, szép nap mindannyiunknak, azt hiszem mi kapjuk a legnagyobb ajándékot. A versenyen résztvevők neves és hiteles szakemberekből álló zsűri előtt mutathatták meg tehetségüket. Ének, egyházi ének, népdal, népzene, néptánc, vers és prózamondás, hangszeres zene, kórus, kamarakórus, keresztény, pop-rock zene és családi kategóriákban. A zsűri elnöke Vakler Anna népdalénekes, egyetemi tanár, egyedülálló kezdeményezésnek nevezte a lehetőséget, hogy a szervezők a művészeti ágakat ötvöző együttlétre hívják mindazokat, akik keftelésből mások örömére vagy hivatásszerűen végzik művészi tevékenységüket. Az, hogy legyenek külön közösségi összejövetelek, ahol a közösség büszke az ő tehetségeire, ilyen van máshol is. Szinte minden közösség így igényli ezt. De egy olyan rendezvény, ahol egy közös gondolat, egy közös eszme, a közös hit az, amely egy helyre vonzza, és nem csak egy alkalommal, egy fél délelőtt, hanem négy alkalommal azokat, akik igazán mondani valóval rendelkeznek, ilyen nincs máshol tudomásom szerint, pedig az egész Kárpát-medencében mindenhova járok a magyar nyelvterületen. Azt szeretném elmondani mindenkinek, az egyház vezetőinek, megköszönöm a püspök úr támogatását, hogy az ilyen intézmények, mint a Szent István Művelődési Ház, egy ilyen vezetővel, mint Ági, azt hiszem, hogy a jövő motorjai lehetnek, hogy akkor nem kell félniük azoknak a családoknak, fiataloknak, idősebbeknek, akik idejöttek már megmutatkozni és hitükről vallomást tenni, akkor nem kell félniük, hogyha ilyen intézmények állnak mögöttük. Akik részt vettek az idei megmérettetésen, szívet melengető összefogást tapasztalhattak meg mind a rendezők, mind a versenyzők vagy támogatóik részéről. A művészet sokszínűségét bemutató eseménynek mindenki nyertese volt. A döntőbe jutott 36 produkciót értékes ajándékokkal és a zsűri személyre szóló szakmai biztatásával jutalmazták. A kötetlen hangulatú rendezvény személyes, baráti kapcsolatok kialakítására is lehetőséget adott.